Sziasztok! Ezúttal a két homéroszi eposzról, az Iliászról és az Odüsszeiáról lesz szó. Nem fogom részletesen ismertetni a cselekményét egyik eposznak sem, csak annyiban utalok vissza a cselekmény egyes elemeire, amennyi, amennyire szükség van ahhoz, hogy, hogy az eposzoknak az értékrendjét tárgyalni tudjuk. Tehát nem lesz benne részletesen a cselekmény, meg az egész nagyon vázatos lesz szokás szerint. Megteszek mindent, ami tőlem telik, hogy egy ilyen rövid videó, dövid videóban összehasonlítsam ezt az két eposzt, tehát megbeszéljük, hogy mi az, ami közös bennük, és mi az, ami már változik a, a két Homéroszi EPOS értékrendjében. Vágjunk is bele! Először beszéljünk arról, amit úgy szoktak emlegetni az irodalom tudományban, hogy a homéroszi kérdés. Tehát beszéljünk egy picit pár szót arról, hogy ki volt homérosz. Egyáltalán létezette, élte homérosz nevű ember, aki ezeket az eposzokat írta. A hagyományban homérosz egy vak énekmondóként él, tehát így, így élt a görögök kultúrájában és a görög irodalomban, és a homéroszi eposzok vagyis a Homérosznak tulajdonított eposzok keletkezési idejét valamikor a Krisztus előtti 8. század második felére teszik. Az első értelmezői, akik módszeresebben, tehát ha úgy tetszik, tudományos módszerekkel foglalkoztak az Iliász és az Odüsszeia szövegével, azok az alexandriai tudósok voltak. Ők voltak azok, akik felosztották énekekre ezt a két eposzt, eredetileg nem voltak énekekre tagolva. És ugye, mivel tudatosan beleavatkoztak az EPOSZ szövegébe több ponton is, ez úgy nagyjából majd később erről lesz szó, hogy, hogy nagyon úgy tűnik, hogy több ponton is belenyúltak a szövegbe, és utólagos betoldások vannak benne, ezért az a, az a gondolat is fölmerült, hogy tulajdonképpen Homérosz nem egy személy, hanem a Homérosz egy csak egy név, akinek a szájhagyomány útján felmaradó történeteket tulajdonítják. Tehát volt egy ilyen vélekedés, hogy valójában Homérosz nem élt, csak egy ilyen, egy ilyen utólag megalkotott szerzői név, és ez a vak énekmondó tulajdonképpen a képzelet szülötte, aki egyébként a tulajdonképpen a nép ajkán megszületett történeteket fogja össze. <kül> Azonban az az érdekes, hogy ehhez viszont túlságosan jól szerkesztetnek és tudatosnak tűnik ez a két eposz, tehát nagyon-nagyon jól megszerkesztett, nagyon tudatosan fölépített művészi munka ez a két szöveg, ami viszont megint csak azt támasztja alá, hogy valószínűleg azért egy szerző kezenyoma is rajta van egy-egy eposzon, viszont ez a szerző valószínűleg most a tudomány jelenlegi álláspontja szerint ez a szerző nem ugyanaz a személy a két eposz esetében, tehát magyarul valószínűleg nem ugyanaz az ember írta a két eposzt, mint egy ilyen 25-30-35 év van minimum a két eposz keletkezési ideje között, hogy erre a következtetésre mi alapján jutottak, erről majd még később lesz szó. Tehát összefoglalva, valószínűleg a két homéroszi eposz, az az eredetileg a szájhagyomány Élő történeteknek egy tudatosan összeszerkeztett változata, egy irodalmi művé gyúrt összeszerkeztett változata, ez a két eposz. Na és kezdjük is a tanulást, vagy az elemzését ennek a két eposznak. Ugye időben a korábbi az Iliás című eposz, itt újra ide tettem ezt az infografikát, amit a trójai mondakörről a trójai mondakörrel foglalkozó videóban is használtam, és itt jegyzem meg, hogy hasznos előkészítése lehet ennek a két Homéroszi Eposzról szóló videónak, hogyha megnézed a trójai mondakörről szóló videót, illetve ha esetleg még a mi az Eposz című videóból is tájékozódsz magáról a műfajról. Mert most ebben a videóban már az Eposzról, mint műfajról megint csak nem fogok részletesen beszélni nem fogok beszélni az eposzi kellékekről, meg egyéb sajátosságokról, tehát hogyha lövéset sincs arról, hogy mi az eposz, akkor mindenképp javaslom, hogy nézd meg az ezzel foglalkozó videót. Na de térjünk vissza az Iliászhoz. A cím azt jelenti, hogy Ilionról szóló ének, Ilion pedig Trójának a görög neve, ahogyan erről már korábban esett szó. És 24 énekből áll ez a eposz, de mint mondtam, ez az énekekre való felosztás, ez már egy későbbi fejlemény. És annélkül, hogy nagyon-nagyon részletesen belemennék a cselekménybe, mindjárt az első érdekessége az Iliásznak, és ez is azt támasztja alá, hogy azért egy nagyon tudatos szerzői akarat érvényesül, hogy egy olyan témát választ a központi témának, ami úgy egyébként a trójai mondakörben egy mellékes számít. Ez pedig nem más, mint Achilleus haragja, vagy úgy is mondhatnánk, hogy Achilleus sértődése. Ugye onnan indul a történet, hogy már 10 éve zajlik a trójai háború, hol egy picit a görögök mutatkoznak erősebbnek, hol a trójaiak, de az a lényeg, hogy már, hogy már zajlik egy jó ideje ez a harc, és Achilleusz összevész Agamemnonnal, aki a görög seregeknek a, a fővezére és mükéni királya, most ebben megint nem akarok részletesen belemenni, hogy mi a haragnak az oka. Az a lényeg, hogy Agamemnon elveszi Achilleustól az ő rabnőjét, brisé és ezen annyira megharagszik Achilleusz, hogy nem hajlandó harcolni. Ugye ez azért hogy Achilleusz a legnagyobb élő görög harcos, tehát eddig is nagyon sok érdemet szerzett már a harc során, és gyakorlatilag nélküle a görögök esélyei azok, azok nagymértékben csökkennek arra, hogy győzzenek. Tehát az a lényeg, hogy Achilleus, megsértődik, nem hajlandó tovább harcolni, sőt az anyját, aki nem más, mint Tétis, Poseidonnak a lánya, arra kéri, vagy arra bújtogatja, hogy Zeusnál próbálja elérni, hogy, hogy, hogy Zeus tegyen keresztbe a görögöknek. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon megsértődik, látszik ebből is, hogy nagyon-nagyon megharagszik, tehát tulajdonképpen arra próbálja rávenni az anyját, hogy a saját, saját népe ellen befolyásolja a háborút. Aztán tart is ez a sértődés nagyon sokáig, egy idő után már Agamemnon kibékülne vele, már, már ki, kiengesztelést ajánl fel neki, de Achilles kötte az ebet a karóhoz, egészen addig, amíg a legjobb barátja, Patroklosz, akinek kölcsönadja, tehát abba beleegyezik, hogy a páncélját, meg a vértezetét, meg a sisakját odaadja Patroklosznak, hogy az elmenjen harcolni, viszont, viszont Hektor, aki ugye Trójának az idősebbik hercege, megöli Patrokloszt és elveszi a, a páncélokat. Abban a tudatban egyébként Hektor azt itt, hogy Achilleusszal harcol, tehát abban a tudatban, tudatban ölte meg Patrokloszt, hogy, hogy ölte meg, de ennek ellenére Achilleus egyrészt összetörik, hogy a legjobb barátja meghal, másrészt nyilván lelkiismeret fordalása is van, hiszen ez saját maga is hozzájárult ehhez, de a legerősebb érzés benne továbbra is a harag, csak én már nem Agamemnóra haragszik, engesztethetetlenül, hanem Hektorra, és tomboló dühében meg is öli, hektort, és ezzel nem éri be, meg, be hanem meggyalázza holttestét, ugye a lovak után köti, és, és, nagyon embertelen módon bánik el a holtestel, tehát nem engedi, hogy végtisztességet megadják neki. Egészen addig, amíg aztán megjelenik nála a görög táborban az öreg Priamos, a trójai király, aki könyörög neki, hogy hogy adja ki a fia holttestét és egy isteni sugallatra végül a megenyhül, megtöri a haragját, a gőgét, ez a, ez a egyrészt bátorság, hogy ez az idős ember oda ment a görög táborba, másfelől pedig megérinti ez, a, ez, az idős apa, aki, aki a halott fiáját jött. Szóval a lényeg, hogy Achilleus haragja végül megenyhül, visszaadja Hektor holttestét az apjának, és Hektor temetésével zárul a, a zilliász. Tehát ennyi röviden a cselekmény, amit, mint mondtam, a harag fog össze, és nem Akileus az egyetlen, aki, aki, haragszik. Tehát a harag egy nagyon erős mozgató rugója az egész, egész trójai háborúnak, de az ő haragja lesz az, ami kis hiány a görögök vesztét okozza. És ennek az oka pedig az a, az, az erkölcsi rendszer, amit úgy lehetne összefoglalni, hogy a, hogy a hős, hősi etika, a hős kultusz, vagy hős eszmény. Achilleusz ugyanis egy igazi hérosz, egy tipikus eposzi hős, ami azt jelenti, hogy félig isteni származású, hiszen, hiszen az anyja Tétis, a nagypapája e, Poseidon, és szinte már ember feletti képességei vannak. Tehát ő maga Achilles ő halandó, hiszen ó, ennek is megvan a, 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 a mitológiai története, hogy ő, hogy ő miért maradt halandó. Nagyon röviden zárójában, ugye az édesanyja próbálta ö, őt hallhatatlanná tenni. Az egyik változat szerint én azt a változatot olvastam, hogy tűzzel kiégetni belőle a a halandóságot, de az utolsó pillanatban rajta kapták, és a, és a sarkát már nem tudta halhatatlanná tenni, tehát ezért lett egy sebezhető pontja Achilleusznak, és ez is lesz az, ami majd a halálát okozza, zárója bezárva. Tehát maga Achilleus halandó, de ez ember feletti ereje van, és kiemelkedik a társai közül. És az is érdekes még, hogy Achilleus az egyetlen, aki választhat, aki megválaszthatja a sorsát az eposzban. Erről már korábban esett szó, hogy a sors az mekkora ö, irányító erő a görög mitológiában. Nagyon sokszor még az istenek sem tudják a sorsot befolyásolni, de Achilleusznak megadatott az, a, az az esély, hogy ő választhatott, hogy egy hosszú, de hétköznapi életet és a feledést választja, vagy pedig a rövid életet, a hősi halált és az örök hírnevet. És Achilleuszt tulajdonképpen ö, Szinte gondolkodás nélkül egyértelműen a másodikat választja, hiszen ennek az eposznak a világában még az erkölcsi értékrend csúcsa az a, az a hősieség és az ennek következtében ö, megmaradó hírnév. Tehát a, a, az abszolút erkölcsi norma az a hős, aki a közösségéért, a népéért küzd, és, a, és ennek a küzdelemnek, a következtében a hírneve az túléli őt, tehát tulajdonképpen valamiféle halhatatlanság a jutalma ennek a hősiességnek. És tulajdonképpen ez a hősi erkölcs, ez a hősi etika az, ami az embereket tulajdonképpen az Istenek fölé emeli. Hiszen az Istenek nem tudnak hősök lenni. Az Istenek halhatatlanok, ezért az Istenek nem tudják az életüket adni semmiért. És ezért, ezért nagyon erős, hogy mondjam, úgy mondanánk, hogy drive ez a, ez a hősi etika, hogy, 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 az ember mindent odaadjon a közösségét, Na és ez a, ez a hős eszmény, ez a hősértika, etika az, amit tulajdonképpen visszajára fordul az Iliászban, hiszen Achilles gőgének, haragjának, sértődésének is pont ez a, ez a hősi státusz az alapja. Tehát a közössége hősként tiszteli őt, ugye híres, mindenki tudja ki az az Achilleus, és a halála után is tudni fogják, hogy ki az az Achilleus, és pont ez a hírnév az, ami alapot ad neki arra a sértődésre, ami miatt beszünteti a harcot, és ezzel tulajdonképpen pont azokat sodorja veszélybe, akik őt hősként tisztelik. Nem tudom, sikerült ezt érthetően elmagyaráznom, de ez az a pont, ahol a visszájára fordul ez a, ez a hősi etika, és ahol meg, megmutatkoznak ennek az erkölcsnek a hátulutői is, és a korlátai is. Beszéljünk még néhány szerkezeti sajátosságról az Iliász kapcsán. Ugye erről, erről az eposzról szó videóban már részletesen beszéltünk, hogy mik az eposzi kellékek, mik határozzák meg az eposznak a szerkezetét. Itt csak néhány dolgot emelnék még ki. Az egyik, van néhány nagyon híres rövidebb epizód az Iliászból, amelyek késleltetik a cselekménynek az előrehaladását, de ugyanakkor meg nagyon színes színfoltot adnak az eposzon belül. Ugye az egyik a, ilyen Achilleus pajzsának a leírása, pontosabban nem is magát a pajzsot írja le az eposz, hanem azt, ahogyan elkészíti Héfaisztosz Achilleus pajzsát, hiszen miután Hector el elvette, ugye Patroklosz megölése után Akilosz fegyverzetét, ezért új fegyverzetet csináltatott az anyukája Héfaisztosszal, tehát nem akárki csinálta Akilosz pajzsát, és ez azért érdekes ez a pajzs, mert tulajdonképpen a békebeli hétköznapi életet írja le, tehát tulajdonképpen egy képet kaphatunk arról, hogy, hogy, milyen volt a korabeli élet. Hellászban. Egészen hétköznapi jelenetek vannak ott a, a szüret, a családi élet, és Többi jel is arra mutat meg a tudósok, úgy gondolják, hogy ez valószínűleg egy későbbi betoldás lehet. Egyrészt azért, mert Homérosz idejében egész egyszerűen az ötvös technika még nem tartott ott, hogy egy ilyen pajzsot létre lehetett volna hozni. A másik érv pedig, amellett, hogy ez egy utólagos betoldás az Iliás szövegében, az az, hogy, hogy Homérosz idejében még egy, egy ilyen hosszúkás, egész testet fedő úgynevezett műkénéi pajzsot használtak, a, az Iliázon pedig egyértelműen már egy kerek pajzsról van szó, amit csak később használtak a görögök. És a másik ilyen betoldás, amely egy picit felfüggeszti ezt a háborús, harcos, hősi, katonáskodós történetmenetet, az pedig Hector búcsúja Andromak a feleségétől és a kisfiától, Asztyanaxtól, mielőtt, mielőtt az utolsó csatába indul és ez pedig azért nagyon érdekes rész az Iliászon belül, mert, mert, ez is megint egy teljesen hétköznapi jelenet, tehát hogyha az ember a 21. században így beleolvas, akkor így tök érdekes látni, hogy, hogy nem tudom, három ezer évvel ezelőtt ugyanolyan volt egy család, mint ma, és hogy, és hogy ugyan, ugyanazok, a, ugyanazok, az érzések, az egésznek ugyanaz az intimitása, otthonossága van. Tehát, hogy vannak dolgok, amik, amik nem változnak sok ezer év alatt sem. És jellemző még az Iliás szerkezetére, ahogy a Mindenepos szerkezetére, azt, hogy sok ismétlődő elem van benne. Így például a, az eposznak az elején ugyanúgy azt látjuk, hogy, hogy egy tettet sérelem követ, ami, ami Achilleus bánatossá teszi, és aztán az anyja az, aki megvigasztalja, ahogyan a, az eposz végén is visszatér ez a séma. Itt gyorsan megmutatom közelebbről, az egyikre az egy későbbi ábrázolás, amit látjátok, egy angol nyelvű ábrázolása Achilleus pajzsának, a másik pedig egy ókori vázán Hector, Andromaché és Astyanax látható. Na, megint nagyon szalad az idő, úgyhogy szaladjunk mi is tovább. A következő, vagy a második Homéros eposzra, az Odyssejára az odüsszeiának a szerkezete már teljesen más, meg a sztoria is teljesen más. Az odüsszei a középpontjában egy utazás áll, ami egy nagyon-nagyon-nagyon régi toposz. Az utazás még pedig azért, mert nagyon komplex, nagyon összetett jelentéseket tud az utazás magába sűríteni. Hiszen az utazásban egyrészt benne van az, hogy az ember egy célt állít maga elé, hiszen általában valahová utazunk. És hogy az is benne van, hogy ezért a célért tennie kell, nehézségek jönnek. Ugye nagyon kevés a problémamentes utazás, főleg ha, ha hosszabb útról van szó. Tehát az ember csak akkor jut el a céljához, hogyha megküzd ezekkel a nehézségekkel. De ugyanakkor az is benne van az utazásban mindig, hogy, hogy az ember lát dolgokat, ezáltal fejlődik, gazdagodik a személyisége, bölcsebbé válik egy utazás során jobban megismerjük a világot, de jobban megismerjük önmagunkat is, és ugyanakkor az utazás konkrétan az Odüsszeljában, Odüsszeus fiának, Télemakhoznak az utazása, pedig egyfajta felnőtté válás is. Tehát ezek a jelentések mind-mind benne vannak az utazás toposzában, és nagyon sokszor jelenik meg az utazás egyszerűen az életnek a, a toposzaként. Metaforájaként ugye a toposz az egy ilyen visszatérő cselekményelem, vagy ez esetben metafora. Tehát az adüszséja cselekményét is az utazás szervezi, és sokkal bonyolultabb a narrációja, mint az iliászi, hiszen tulajdonképpen három szál is fut egymás mellett egy idő után. Ugye egyrészt az eposz cselekmények az elején, azt látjuk, ahogyan Odysseus fia Télemakhoz elindul Itakából, hogy hírt szerezzen az apjáról, hiszen a trójai háború már tíz éve véget ért, tehát ugye a tíz éves háború tíz éve véget ért, tehát gyakorlatilag már húsz éve van távol az apja Itakától, és otthon egyre nehezebben tartatóak a, a dolgok, hiszen a kérők szeretnék ö, megszerezni maguknak pénelopét, meg nyilván Itakát, szóval bonyolult a helyzet. Az anyag, hogy Télemakhoz útra indul hogy az apját megkeresse, ezzel párhuzamosan Odysseus is hazaindul, ő amikor az eposz kezdődik, akkor egy ogügié nevű szigeten, egy Kalipszó nevű tengeri nymfával mulatja az időt, aki egy gyönyörű fiatal lány, és tulajdonképpen uh, nagyon jól elvannak ott, de de Odysseus mégis hazaindul, pedig Kalipszi meg azt is felajánlja neki, hogy, hogy elintéz, hogy halhatatlan legyen, de az a lényeg, hogy Odysseus már indulna haza, és miután az Istenek ezt jóvá hagyják, el is indul haza. És van még egy harmadik szál, van egy ilyen csavar a történetben, hogy az Eposz egy pontján Odysseus elmeséli, hogy addig mi történt vele, tehát van egy ilyen mese a mesében effektus is, hogy a falják király udvarában vacsora közben elmeséli Trója bukását, és azt, hogy velem mi minden történt, amíg, amíg eljutott a Fajákhoz. <kül> és az azért érdekes például ez a mese a mesében, mert van benne egy csomó egyes szem első szemében elbeszélt rész, és ezáltal tulajdonképpen az olvasó is közelebb kerülhet Odysseus kalandjaihoz. Itt most természetesen nagyon-nagyon-nagyon sok Dolgot. Kihagytam, mondom, nem mondom el részletesen az összes kalandot, de egy nagyon kalandos ö, utazás során ér haza végül Odysseus itakába, győzi le szokás szerint Csellel a kérőket, és végül is happy end lesz a, a eposznak a vége. De nézzük, hogy milyen erkölcs, milyen embereszmény jelenik meg az Odüsszejában, mert ez az, amiben nagyon eltér a két homéroszi eposz. Ugye egy egyrészt maga is ennek a hősi társadalomnak a, a, a tagja, tehát ő maga is vallja a hősi jó harcos is egyébként, tehát egy csomó helyen tanújelét adja, hogy ő okos és erős, jó katona, és jó harcos, és öntudatos harcos is, hiszen például, amikor a, a Küklops Polyphemus megvakítja, akkor oda kiáltja neki a nevét, hogy tudja, hogy ki az, aki megvakította. De ugyanakkor már az ő fő tulajdonsága az a találékonyság. Ő azzal jut igazán, ő, ő, őt már nem az ereje viszi előre a céljai felé elsősorban, hanem a találékonysága. Az, hogy nagyon, az, hogy nagyon okos. Ugye a trójai faló is tulajdonképpen az ő, ő ötlete volt. És ugyanakkor nagyon erős tulajdonsága még a kíváncsiság. Tehát tulajdonképpen, ha egy, 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 tulajdonságot kellene mondani Odysseusra, akkor, akkor az a kíváncsiság lenne. Az, az, hogy minden érdekli. Az, hogy egyfelől haza akar ő jutni, ő nagyon szeretne hazamenni, de ugyanakkor nem, nem csak túlélni szeretne, hanem szeretné megélni mindazt, ami vele történik. Ő szeret, szeretné látni a világot a maga komplexitásában, a jó és a rossz dolgokkal együtt. És a, a másik fontos tulajdonsága Odysseusnak, ami tulajdonképpen sok szempontból egy modern hősét teszi őt, az, hogy, azt hogy ő képes tanulni. Tehát még, még Achilleus egy ilyen nagyon lezárt be is ugrott nekem, ezért értem ide Odysseushoz ezt a growth mindset kifejezést, amit nem is tudom, hogy lehet magyarul visszaadni. Tehát, hogy, hogy még, még egy, egy, egy nagyon zárt, nagyon merev személyiség, ugye ezt úgy hogy fixed mindsetje van, tehát egy ilyen nagyon lerögzített személyisége van, tulajdonképpen azt gondolja, hogy, hogy ő már ő úgy készen is van. Ezzel szemben Odysseus folyamatosan tanul, tehát az ő személyisége folyamatosan növekszik, levonja a következtetéseket, és hasznosítja is mindazt, amit tanul. Ennek köszönhető, hogy őt például nem ölik meg, mikor hazér takába, mert Agamemnon történetéből, akit most ebben megint nem megyek bele, de Agamemnon elég csúnya halált, hajtmúlután hazatért. Ebből tanulva, Odysseus nem leplezi le magát, mikor hazaér Itakába, hanem, hanem végül is Csellel szerzi vissza a, a, a trónját, és, és Csellel győzi le a kérőket. Tehát azt akartam ebből kinyögni, hogy Odysseus már egy új embereszményt testesít, meg a folyamatosan tanuló találékony, kíváncsi embert testesíti ő meg, és még egy nagyon fontos különbség van Achilleus és Odysseus között az, hogy Odysseus számára mar a család a legfőbb érték. Nyilván jó-jó a hősieség, jó a harc, jó, hogyha az ember nevére emlékezné, jó a testi szerelem, tehát ő nem tagad meg magától semmilyen kalandot, ha arról van szó, de a fő, legfőbb öm, Érték számára a család, és a legfőbb célja az, hogy hazamenjen a családjához. És éppen ezért hagyja ott Kalüpszót is, annak ellenére, hogy a halhatatlanságot ö, ígéri neki. Az a más történet, hogy aztán a, a mitológiából tudjuk, hogy, hogy azért Odysseus sem ült halálaig a fenekén, hanem aztán megint csak a kíváncsisága elvitte Itakából, de ez már egy másik ö, történet. Hanem nagyon röviden akkor foglaljuk össze, hogy mit lehet elmondani a két homéroszi eposz összehasonlításából, mi a tanulság ebből. Ugye azt lehet mondani, hogy a két homéroszi eposz az már egyfajta társadalmi változást, az értékrendnek a változását tükrözi. Míg az éliászban egy arisztokratikus társadalom jelenik meg, és ennek az erkölcs vagy etikája, aminek a középpontjában a hős kultuszán, addig az odüsszeljában már sokkal inkább a görög poliszok társadalmának az ember központúsága jelenik meg, amit majd nyilván töriből tanultok, vagy tanultatok, hogy mik azok a görög poliszok, mi az a görög demokrácia, Tehát, hogy ebben már sokkal inkább ennek a világnak az embereszménye jelenik meg, és tulajdonképpen ez, az a, ez a legfőbb érv amellett, hogy a két eposz az nem lehet ugyanannak <kül> az embernek a műve, hanem az odüsszei az valószínűleg legalább egy emberöltővel később született, mint az Iliász. Az emberöltő az úgy nagyjából egy olyan 25-35 év, ennyit szoktunk egy emberöltőnek nevezni, ami alatt egy generáció felnő. Na, hát ez sem sikerült rövidre fogni, de hát a téma adta magát, és így is nagyon-nagyon sok minden kimaradt, de egyelőre ennyit Homero Sziasztok!